ugye jönnek a fagyok, a talajmenti fagyok, és azokat az örökzöld növényeinket, amik esetleg károsodhatnak ebben a hideg időben, azokat érdemes valami módon megóvni a fagykártól, és erre ezzel kapcsolatban hoztam egy-két jó tanácsot, és hoztam egy-két növényt megmutatni példaképpen. Hogyan készülnek akkor először, amikor már így lehet tudni, hogy egyre hidegebbek az éjszakák, és egyre rosszabb az idő a növények szempontjából? Hogyan készüljenek fel a kerttulajdonosok? Mi a legfontosabb, és hogyan finomítsák utána a tevékenységüket? Igen, nagyon fontos az, hogy egy-két dolgot megtegyünk. Az egyik az öntözés. Ilyenkor ebben az időben már öntözni nem nagyon érdemes az örökzöld növényeket. És ahogy említetted, igen fontos az, hogy mivel élő növényekről van szó, tehát a kertünk nem hal meg télire, azért majd egész télen érdemes odafigyelni a növényekre, és főleg az örökzöldekre, hiszen ahogy a nevükben is benne van, ők télen is élnek, fotoszintetizálnak, ugyan lelassul az életműködésük, de ettől függetlenül ugyanúgy igényelnek tápanyagot és vizet. Miket hoztál magaddal? Itt van egy gyönyörű szép növény, ami itt be van burkolva, de a többi növényről is azért mondd el, kérlek, hogy mi micsoda. Hát kezdjük vele, őt azért hoztam, ő még nem a karácsonyi előkészülődésnek a része, hanem egy növény, amit mindjárt kibontunk, egy olyan növény, amit megóvtunk attól, hogy télen károsodjon. Tehát így kell kinéznie, hogyha meg akarjuk óvni a hidegtől és a fagytól? Abban az esetben, ha cserepes növényről van szó, akkor két olyan fagyvédelmi eljárást szeretnék bemutatni ezen a növényen, ami megóvhatja a cserepes növényeinket a fagytól. Ugye az első, ez a kis mini fólia sátor, aminek az a célja, egyrészt, hogy valamilyen szinten, mint egy fólia sátor, melegebben tartsa a növényt, óvja az erős szelektől, és valamennyire árnyékolja is, ami nagyon fontos az örökzöldek esetében, a téli napos időszakokban, hiszen a napsütés hatására egy kicsit újra elindul a növény, elkezd fotoszintetizálni, vizet venne föl, és abban az esetben, ha talaj fagyott, bizony nem tud vizet felvenni, és így sajnos a növény elszárad. Sokan tévesen gondolják a növények, az örökzöldek fagytól való elpusztulását. Igazság szerint nem megfagynak a növények, hanem egyszerűen elszáradnak, hiszen a fagyott talajból nem tudnak a naphatására vizet felvenni. Bontsuk ki akkor őt, mert kíváncsi. Most már kíváncsi, hogy néz ki, igen. Nos, hát egész egyszerűen egy ilyen kis pálcák segítségével egy kis fóliasátrat csináltunk, ami megóvja majd ezt a egyébként magyalt attól, hogy károsodjon. Egyébként maga a növény, a magyar növény nagyon jól bírja a fagyot a mi éghajlatunkon. Kertben kiültetve nem nagyon kell védekezni különösebben fagy ellen. Viszont abban az esetben, ha cserepes növényt tartunk, nyilvánvalóan az a kis cserépnyi föld nagyon gyorsan átfagy, és pontosan ettől fog elpusztulni a növényünk. És akkor fontos, hogy ezeket a tartó oszlopokat vagy ilyen rudakat beletegyük, ami megtartja ezt az árnyékolást, illetve ezt a fóliaszerűséget. Így van, hát ez is egy ötlet, ugye lehetünk kreatívak, kitalálhatjuk saját magunknak, hogy hogyan oldjuk meg. Érdemes azért nem közvetlenül a növényre tenni ezeket a fóliákat, hiszen a fagy hatására nagyon megmerevednek a hajtásai, és esetleg a hósúlya alatt eltörhetnek. Így átveszük ezt a terhet ezekkel a kis pálcikákkal. És amit még itt szeretnék mutatni, ugye fontos, hogy ne fagyjon át a föld. Ezért itt ezt a kis cserepes növényt egy nagyobb cserépbe raktam bele, és mellé egyébként forgácsot tettem. Ugye a forgács valamilyen szinten hőszigetel, ezáltal valószínűleg a belső részen nem fog megfagyni a növény földje. Másrészt a forgács nedvesen tartja, így az öntözést is. Ez kemény munka lehet, hogyha mondjuk valakinek tényleg sok növény van a kertben. Azért ez egy emberes munka végigjárni az összeset, és mondjuk ezt végigcsinálni vele. Persze, de általában azért a növények többsége nem igényli kifejezetten ezeket a téliesítési eljárásokat. De én azt gondolom, ha gondos kertészek vagyunk, és szeretnénk jobb állapotban megtartani a növényeinket, akkor megéri ezt a kis munkát megtenni. Egyébként jellemzően mik azok a hibák, amiket a hobbi kertészek elkövetnek így a tél idején? Tehát vagy sorsára hagyják a növényt, tehát nem foglalkoznak vele, vagy túl
félték és azt gondolják, hogy akkor mindeniket be kell csomagolni azért, hogy ne ártson nekik a hideg és a hóesés? Egyrészt van egy réteg, aki sajnos, ahogy mondtad, sorsára hagyja a növényeket. Sajnos így általában, főleg a cserepes, balkonládás növények általában elpusztulnak. Nem nagyon bírják ezt a kitett időjárást. A másik réteg vannak azok az emberek, akik annyira féltik a növényeiket, hogy a szobai körülmények között tartják, megpróbálják bevinni a növényeket, viszont általában szobahőmérsékleten ezek a növények nem érzik jól magukat, valószínűleg ettől fognak elpusztulni. Úgyhogy inkább érdemes kint tartani a növényeket, de ezeket a megoldásokat választani. És ezek, mert ezek tipikusan azok a növények, ami mondjuk egy behavazott kertben a legszebb látványt nyújtják. Tehát ezek az örökzöldek tényleg egészen, főleg egy szépen rendben tartott kertben, ahol el van takarítva az a rész, amit télire el kell takarítani. Viszont, hogyha ezek kimaradnak, egy kicsit befedi a hó, vagy ráesik a hó, akkor egészen gyönyörű látványt nyújtanak. Pontosan. Ilyenkor télen ugye az örökzöldek veszik át a lomblevelű vagy virágos növényeknek a szerepét. Ők azok, amik díszítenek elsősorban a kertben. Ahogy említetted, a hó ugye szintén károsíthatja a növényeket. Érdemes a kint tartott tujákat, tűlevelű örökzöldeket kicsit összekötni, mondjuk ennél a kis elvúdi hamis ciprusnál, és egy kicsit összekötni, hogy a hó ne tudja széthúzni, és akkor nagyon szépen. Igen, ezt több kertben láttam, illetve édesapáméknál is, hogy ott is van egy nagy ilyen tűlevelű fenyő, nem tudom pontosan, hogy milyen növény, és ott is mint a kötözött sonka úgy néz ki, és pontosan azért itt édesapám magyarázta, hogy azért, mert ha egyszer beleesik a hó, vagy nagyobb mennyiségű eső, annyira súlyos lesz, hogy letörik az ága, és pillanatokon belül tönkre megy. Így van, és nagyon nehezen regenerálódnak. Tehát a hó és az ónos eső sajnos nagyon csúnyává teheti ezeket a gyönyörű szép örökzöldeket. Az is megoldás, hogyha van rá időnk, hogy a havat lesöpörjük róla havazás után, és ne várjuk meg, míg ráfagy. De sokkal egyszerűbb, ha nincs rá időnk, vagy nem szeretnénk a télen sokat... Mondjuk pont akkor esik le a hó, igen, amikor nem vagyunk otthon, vagy nincs rá időnk, akkor utána utólag már sokkal... Ez azért azt gondolom, hogy a minden hobbi kertésznek egy fontos szabály, hogy utólag sokkal nehezebb rendbe hozni, vagy meggyógyítani a növényt, mint felkészülni arra, hogy milyen kárt okozhat az időjárás, nem? Így van. Azt gondolom, hogy a megelőzés mindig sokkal egyszerűbb, ha bár kicsit fárasztónak, kicsit macerásabbnak tűnhet, de hosszú távon mindig a megelőzés a jobb megoldás. Amikor már leesett a hó, és mondjuk nagyon fagyott a föld, hogyan lehet ezt a megóvást megtenni? Tehát, hogy azért akkor még ki lehet ásni növényeket, akkor azért még meg lehet utólagosan próbálkozni azzal, hogy megvédjük őket? Ezeket a például a fátyolfóliás takarást bármikor megtehetjük. Tehát abban az esetben, ha nem tettük meg a tél elején, de az időjárás rosszabb időt jósol, akkor még mindig nyugodtan utólag megtehetjük. A talaj megfagyását is megakadályozhatjuk, vagy utólag megóvhatjuk azzal, ha közben esetleg a növény tövét letakarjuk. Ha addig nem tettük meg, esetleg egy ilyen 20-30 centi vagy falevelet, vagy forgácsot, esetleg mulcsot rakunk a növény. Nagyon sok kertben lehet látni fakérget, tehát amit leterítenek, különböző színű, nagyon jó illata van egyébként, és hogy ilyen fakéreggel terítik le tehát a növényzetet elsősorban, hogy megóvják. Ez segít? Dekorációs szempontból leszort mulcs sajnos nagyon vékony, elég keveset segít, de ezt az anyagot használhatjuk vastagabban. Egy kicsit, ha ugyanezt az anyagot akár összehúzva a növények tövébe, megóvhatjuk a talaj átfagyását. Neked melyik a kedvenc téli növényed, vagy örökzöld növényed? Nekem két nagy kedvencem van. A tűlevelőek közül a szerbluc, számomra a legszebb. Karácsonyfának is általában a szerblucot választom. Ugye ő egy kicsit a hagyományos lusztól egy kicsit eltér abban, hogy szürkésebb a lombja, és idősebb korban gyönyörű szép ívesek a hajtásai, az ágai. Lomblevelek közül pedig a magyar, abból is amit hoztam, ő is egy magyar. Ebből van egy tarka levelű változat, ugye a gyönyörű szép tarka leveleivel és a piros bogyóival nagyon szépen díszít a kertben. Gergő, köszönöm szépen, hogy itt voltál a stúdióban. Én köszönöm, hogy